Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját. Csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal, ízletes és bőséges ételekkel várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Mi volt ebben a szezonban, amit leginkább pozitívan éltetek meg? Igazából a győztes meccsek voltak, mert volt elég sok olyan meccs, amit igazából meg lehetett volna nyerni, vagy jobban ki lehetett volna jönni belőle, és nem úgy sikerült a végén, ahogy szerettük volna. A cél a második fél szezonban már inkább a harmadik hely volt, azt se sikerült elérni, úgyhogy így most nehéz pozitív dolgokról beszélni. Dominik, neked azért a gólok ilyen szempontból azért segítenek, hogy pozitívan lehessen megérni ezt a... Abszolút, szerintem mindenkinek fontos az, hogy a egyéni fejlődését szem előtt tartsa, de nyilván fontos az is, hogy a csapat jól szerepeljen, sajnos nem értük el a kitűzött célt, emiatt azért annyira nem tudunk örülni. Krisztóf, te elég hosszú időt kihagytál, ugye most itt ebben a szezonban. Mi történt, és mennyi volt a felépülés, hogy vagy most? Igen, meg kellett műteni a térdem megint, februárban megműtöttek, és... Hát igazából 2 hete edzek a csapattal, most májusban kezdtem el. Jól vagyok, minden rendben, úgyhogy elég későn, de vissza tudtam állni a csapathoz. Dominik, te mikor érezted, hogy ennyire be fog indulni ez a játék? Hiszen az ősz azért az nem ilyen volt, mint a tavasz. Abszolút, nagyon rosszul sikerült az őszi szezonom. Keveset játszottam, biztos ez rajtam is múlott, nyilván a mesteren is. Január óta teljesen megváltozott a csapatban betöltött szerepem. Hál' Istennek pozitív irányba, tehát úgymond boldog vagyok emiatt. Krisztóf, ha te állítanád össze a csapatot, akkor még Dominik lenne az egyik szélső? Hát nyilván a 12 gólja miatt, amit rúgott most, de hát nyilván tudjuk, hogy jó játékos, jól cselez, helyzeteket meg most berugdosta, úgyhogy nyilván ott lenne az egyik szélén a kezdőben állam is. Dominik, hogyha te vagy az edző, akkor Krisztóf, hogy férne be, melyik posztra? Abszolút, én szélsőbe raknám és magamat raknám 10-es pozícióba. Azt jobban ez lenne egyébként? Tehát játszottál te korábban sokat ott? Igen, inkább az a posztom, de ahova éppen raknak, ott próbálok jól teljesíteni. Akkor, amikor elkaptad a fonalat, akkor mennyire láttad azt, hogy mit kell tudatosan csinálni, hogy ez mondjuk a jövőben úgy bármikor elő tud venni a következő évekbe? Mit gondolsz erről? Úgy gondolom, hogy minden egyes nap, minden egyes meccsen fejlődünk, nyilván ezt tovább visszük majd az életbe, akár egy Girmóton, akár máshol. Krisztóf, jövőre te már készen leszel akkor? Tehát a június végén kezdődő alapozásra azt lehet mondani, hogy újra 100%-ban leszel? Igen, úgy érzem, hogy akkor már 100%-os leszek, és teljes erőbedobással tudom elkezdeni a szezont. A Girmót TV videói a Girmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.